Szavaztok, ez itt a Green Light, folytatódik tovább. Faszom. Még máma. Tehát vasárnap, ugyanúgy vasárnap nyomtam előbb is. Ilyen órát rápihentem. Na, megnéztem egyébként, hogy hogy állni így a dokumentummal. És oda kell adni a papnak. Oda kell adni a papnak, loadjuk meg. Meg... Templom, polgármester. Ha? I don't have anything to say right now. I don't have any... De várja. Exit. Akkor megvan a papírunk, ugye? Mit is? Olvassuk csak el. Mayor Habermas's note to Father Getz. A Father Getz. Mondja is, hogy Father, tehát atya. Csak egy németül ott ráírva. Na gyerünk. Gyerünk el a templomba. Be kell menni. Saint Georg Church. Church. Megint nincs ott az öreg asszony. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Das hier ist von Herrn Habermas. Igen, mert a templomból adják oda majd a papírokat nekünk, amivel a... Vissza kell menni a hivatalba. Tiszta a bürokrácia. Das ist. Dankeschön. Templom aktáit a polgármesterhez. Ez nagyon... Figyelj! Érdeklődj a polgármesternél a templomi nyilvántartások felől. Tedd, amit mond. Tehát igazából de azt kellett volna írni, hogy menj el a templomba, és add a cetlit a papnak. Ennyit kellett volna odaírni, bazd meg. Tehát ez így nem ismered a játékot, ebből nem fogsz rájönni, hogy mi a kurva anyádat csinálj. Tedd, amit mond, mi el tudod olvasni németül a papírt, vagy ennyire beszélsz angolul? Mert hogyha aki vágja az angolt, az a nincsen gond. Tedd, amit mond. Hát ha már tudom az angolul, ezért akkor már leírás se kell, bazd meg. Ami kellene hozzá mindenféleképp. Mert itt inkább az a sorrendbetartatása véget. Fontos ez, hogy... Hello again. Did you need something else? Igen. Church file, tessé. I have the church file. Excellent. Let me see it. Hadd nézzem meg. What's this? This is in English. Deka farkas embert nem láttam még benne. It's addressed to St. Georg's Church, as the date is 1764. What's it say? It's a request for information about the death of Baron Klaus von Rallig. It says it's for the family. I assume someone answered him. Curious? What? What? On the a wolf. Okay. The last confession. Tehát vissza kell menni a könyvtárba, ülj az asztalhoz és használd az írógépet. A black wolf to represent her great skill as a hunt. Összerendezd a kutatási eddig eredményt. Na ez is egy vicces rész lesz. His friends nicknamed him the Black Wolf, but he confessed it was more because he was prideful and treated his villagers and women very badly. He was much feared. The Baron confesses that a life of sin brought the werewolf curse upon him.
Ah, listen to this. A gypsy camp at Hungarians. No. Magyar cigánytábor a Magyarországra. Cigánytábor, jó, Magyarországra. He had brought to his castle by force, and there he... Raped her? Raped her, yes. Rape. He intended to release her, but before he did, the girl killed herself. The next day, an old gypsy woman from the camp cursed him. Saying that he was cigánynő megáldozott valakit. That his name and his crimes showed his heart to be. I see. Soon afterwards, her curse came about. Klaus von Raleck began to change, to run at night as wolf, to kill and eat human flesh. He begs forgiveness from God and from his wife and son. He says he welcomes his punishment, if only it will pay for his sins and save his family from further pain. Hmm. That is all that is written. Wow. Thank you. I'll return this to Father Goetz for you. Thank you. Good luck to you, young lady. Young lady. And to your Schattenjäger. Schattenjäger. Ez aranyos. Össze, vagy fasza, hangulatos. Hangulatos game. Na. Na, major, menj vissza a könyvtárba, ülj az asztalhoz, használd az írógépet, összerendezd a kutatásod eddigi eredményeit. Na. Fasza. Tehát megint a rejtett ajtón kell bemennünk, mert ugye a Gerda nem fog majd beengedni minket. Gerda? Gerda. Yes? Car keys. Do you have the keys to the car outside? That is Gabriel's car. He doesn't even let me drive it. I had a feeling you'd say that. Ez nem vagy Gabriel, de azért bazd meg. Well, thanks. Na, ez most vagy Gabrielnek a csaja, a ázsiai csaj, de minimum a munkatársa, tehát most mi a faszért? Vagy a kiadója, nem tudom, mert amikor az elején néztük, tehát így árusította, meg dedikáltatta a könyveket. Még az elején, amikor ez a csaj felbukkant. Nem is értem azt, hogy miért korlátozza Gerda gyakorlatilag a munkájában. Most tényleg a titkos átjáron keresztül... Ja, nem. Hát ott is mehetünk, de nem. Újra vagyok, nem oda kell menni. Tudunk menni az éve. Még miért kellett bezárni a kibaszott könyvtár ajtót is? Nos. Használd az írógéped. De ez most hogy kell majd itt van? Használd, ha? Aha, már csinálja. Aha, most így rendben, ez a jó, oké. Mondta, egy üres lapot vett volna ki. De nem adta volna oda? Nem adja oda Gerda az ének a címét? Hát ez kész, behudgyozok, befosok, beszarok. Control. Now I just need somewhere to send it to. Oké, meg vagyunk, most ki kell menni.
Oda kell, el kell menni Gerdához. Meg kell mutatni neki a kutatást. I don't have anything to say to her right now. Várj. Ez lesz az. Igen. I found the items that Gabriel wanted. Did he tell you where to send your research? Yes. His lawyer's office in Munich. Can I get the address? Harald Übergrau, Marienplatz 21, München. Thanks. Megkaptuk a kulcsot. Nem kaptuk meg a kulcsot. Nem is kapjuk meg tőle a kocsi kulcsot, bazd meg. Mit gondolok én? Hülye picsa. Na most kell majd a pénztárca, meg kell a postás kisasszony. Postmistressen keresztül kell feladni. Ide megyünk írni. So this is where I've been sending Gabriel's fan mail. That's better. It's not exactly Gabriel's address, but it's a start. There's no one there. Igen. Itt vagyok. Előbb még kijött a postás kisasszony. Na, faszom, bazd meg. Grüß Gott. Womit kann ich Ihnen dienen? Das Päckchen soll nach München gehen. Na, da pöst. 7,40 bitte. Dankeschön. Bitte sehr. That'll give him something to chew on. Figyeld a gépsort. Na bőle, ezek egy hiten barinők lettek, vagy mi a fasz? Egymás szájába ülne. Ha! Faszom. Már fölökök egymás. Fölökik egymás, geci! Ekkora szar. Guten Abend. How are you? Is this the castle of the Schott and Joggers here? Yes, but I'm... How exciting! Come along! Jézusom. We are so thrilled to be here. Kurva anyádat. It's the 1990s, for heaven's sake. The Schott and Joggers are probably long gone. Well, of course they are. Egy, kettő. A family like that három. Dry up and blow away. Oda is lapozom. The Lord's put his mark on them. Who are you? I was just wondering the same thing, dear. Neither of you girls look like the heroic type, but who am I to judge? God chooses his soldiers, and who am I to put in my two cents? No, we're the Smiths from Merrimack, Pennsylvania. This is my wife, Merle. You can call me Emil. My husband. If I don't get right to the point, he'll get there for me. It's nice to meet you both. Uh-huh. Well, how did you hear about the Schottenjägers? Oh, we're demonologists. My wife makes it her business to know a lot about a lot of different things. She's a regular, what you call,
occultist scholar, aren't you, Mother? That's right. Yeah. I read about you all when I was studying an old witch trial last spring, and I have been dying to get over here ever since. Well, so nice of you to stop by, but I'm afraid the Schattenjäger isn't here right now. I'll let him know you called, though. Oh, no. And no. I was so hoping to talk shop. We fighters of darkness are so rare these days. Don't I know it? Can't scare one up to save your soul. Well, it's not your fault, Missy. I told Merle to call before he came. Now, people just don't take you seriously unless you're standing right there. You know that, Em. Well, it's rather late, and if you're driving, you might as well, you know, go out right now. Don't worry about that. We're going to spend the night at the guest house in town. Stop by tomorrow, won't you, dear? You and I can exchange stories at least. Kemény bazmi. Well, come on, Merle. Na, most, hogy Gabriel Knight-tal leszünk megint. But Em. Good night, ladies. Good night. Good night. What's wrong? It's not your fault. This just happens, man. Sorry. Hoppa, egy kicsit. Faszlan ezzel, geci. I see danger. Someone crushed. Látok az öreg asszony. Gabriel? I see something. Something like a wolf. Aztán stroke-ot kapott a banya, bazd meg. Black wolf. Don't you worry, miss. My Merle is gonna be all right. This just happens sometimes, that's all. It just happens. Come on, Merle. Let's go. Come on. What happened? I don't know. Figyeld a képsort. Na nézzük. Chapter 3. Continue. Húzogatja a fitymáját a tóparton a Gabriel. Ez is mi a fasz volt? Benézett egy öreg asszony így azért képbe, bazd meg. Végre láttuk valami farkas emberszerűt. Fölzavarta a hattyúkat. Ő kényelmesebb ágyon is feketne szerencsétlen, már nem azért. Jól van, na. Megnéztük a képsorokat. Mert ez a 3-as, 2-es, 3. fejezet, Gabriel. Olvasd el az újságban a cikket a legújabb farkasos gyilkosságról. I don't have anything to write about at the moment. Az a kupac levél, aha. Killer Wölfse Schluglasen der Instadt Werden zu. Wer der zu. Az. It looks like there's been another wolf killing. And this one occurred last Március 1994. Március 19. It looks like there's been another wolf killing. And this one occurred last night in downtown Munich. Okay. Itt csinálunk egy mentést. Save. Legyen egy új mentés. Oké. 3. fejezet. Nézd meg a kártyát, amit a bárótól kaptál a vadászklubban, hogy megtudd a címét, hogy megjelenjen a térképen. Jó. A címkén. Mit is nézzek meg? A kártyát. Hát most van itt egy pár kártya, bazd meg. So much for the old zoo wolves theory.
Unfortunately, ez a labor. It doesn't exactly reek of another. Ez a labor. Én a hasítasi bennédjék meg. Jó, anyádat. Most ez... Nem, ez a, ez a, ez a... Baron Friedrich von Glover, Mangfall Strasse. Aha, jó, München, 8000 az irányító szám. Baron Friedrich von Glover, he lives in the Perlaco district. Menj el a Marienplatzra. Az ügyvédhez Grace csomagjáért. I was hoping for a Mercedes. Ó, van már bazd meg a kulcs, mindig elfelejtem a kibaszott kulcsot, geci. Kis kettes golfnak a kulcsa. Ezzel kimegyünk a metróállomáshoz. Emetreg feldobta, vagy nem dobta fel, de ez, ez a vasúti térkép, ez létező, ez tényleg így néz ki. München. Nem mindegy, tudja fasz, München környéke. Marienplatzra kell menni. Platz, Marienplatz. Bemegyük az ügyvédhez. Átvesszük Grace csomagját. Das vereinbaren Sie am besten mit meiner Sekretärin. Gut. Ja, danke. Ah, I was hoping you'd stop by. I have a package for you. Really? Package for you. Yeah, must be from Gertie. I trust this morning finds you well, Mr. Knight. Hell, I'm lucky it's found me at all. You can call me Gabriel, by the way. Oh, of course. Call me Harald. Harald? Hívjuk Haraldnak. Thanks, Harry. No, várj. Orvosd el a levelét, majd beszélj újra az ügyvéddel. Oké. Na, elolvasom. Jó. March 18th, 1994. Gabriel, you might as well know, I'm in Rittersburg. I wasn't about to sit in New Orleans and let you have all the fun. Besides, if it goes anything like last time, you're going to need my help. I've been doing the research that you wanted. Enclosed is a book you might find useful. It looks a little outdated, but then I've never dealt with werewolves before, so it's hard to be sure. There's also some werewolf history right here in town. I found some clues pointing to a werewolf called the Black Wolf. He's cropped up in a couple of places, including here in Rittersburg in 1750, and in association with Ludwig II, a Bavarian king that died in 1886. It's all ancient history, I know, but something tells me that it is relevant. I'm not sure where to go from here, except to look into Ludwig II. Ask around about the Black Wolf in Munich and see what you find out. Also, let me know if you want me to research Ludwig or join you there. I'm sending this to your lawyer, but I'll need to contact you directly. Send your address and phone number ASAP. Herr Huber is being stubborn and won't tell me. Be careful. Igen? And write. Grace. Damn it, what the hell is Grace doing here? At least she's off in the ozone somewhere. Olvasd a levelét, hogy beszélj újra az ügyvéddel. She's really losing it. March 18th. Ja, bocsánat. Ludwig II. Do you know anything about King Ludwig II? But naturally. Have you been running into him much on your tour of Munich? Running into him?
Any dead? Hunt Club. Yes, yes. Long dead. But he is still alive. Anyádat, hogy szikjának le van esve, az, amit nyúlok bele, bazd meg. Elvis. Le van esve a kupakja. Ludwig 2 ismét, kérdezzük tovább. So what's the big deal about this Ludwig guy? Közben dobálom a jelöléseket a papírom. Romantic and mysterious, you know. He built castles and now they are huge tourist attractions. Castles. Where are they? Oh, let's see. Herren Chiemsee is about 3 hours southeast. Neuschwanstein is southwest of the border with Switzerland, about 2.5 hours. And I can help myself to draw you a map if you like, but most channel maps have them already now. No thanks. I wasn't thinking of going myself. But it does seem like a harmless enough activity for someone else I know. So this guy's just a dead king, right? And these castles are just out in the countryside, hours from Munich. Yes. Perfect. Perfect. The Black Wolf. Have you ever heard of anyone or anything called the Black Wolf? Übergrau. Office. No. Sorry. Jó, ki lehet, hogy nyomkodni tényleg a videókat, akkor mi értelme lenne a játéknak, hogy nem állna össze a kép. Sehogy se. Oké, tehát így mindent megkérdeztünk, elköszönünk. I don't have anything else to say. That's me, Gabriel Knight. Oké. Well, I'm off. See you, Harry. Goodbye. Most nem tekergeti ezért kis bogyóját, jó? Igen, telefonszexel egyet inkább. Na nézzük. A virslit kell venni, gondolom a farkas embernek, mert azt írta a lap, hogy eléggé fontos lesz majd ez a húspultos öregasszony. Vagy legalábbis az, amit árul. Ki lehet nyomni. Így hiszem kell végignézni mindig, ez tök jó opció egyébként. Ó, van itt valami csöves izébanda is. They're busy. Ilyen Rastafari. They're busy. They're busy. Rastafari azért kiránduló banda is van itt. Az öreg az mindig ugyanezt a szarszámot játssza, mint eddig, bazd meg. Gyerünk a vadászklubba. Várj, ez a posta? Az a posta. Várj, mit is kell? Menj a Hunt Clubba és nézz körül. Figyeld meg a bezár ajtót és a hátsó bejáratot. Kérdezz meg mindent az ügyintézőről. Jól van, akkor most egy... Gabriel. A szociopata Grace. Hát ez... Automan, nagy garde. Tükör elé tenne nyugtát, hogy itt rámenthetjük. Vissza a vadászati klubba a buzihoz. Ok. Az Hunt Club. Nézz körül. Good morning, Herr Knight. I'm afraid there's no one here at the moment. They're all busy with their daily tasks. You are, however, welcome to use the club. So I've been informed. Thank you, Xavier. You're so kind. Exit. Ben vagyunk. Figyeld meg a bezárt ajtót és a hátsó bejáratot.
Nagyon szép ez az antik fotel. Gyönyörű. Imádom az ilyen izéket. Antik bútorokat. Voltunk is most a héten egy Gödöllőn egy ilyen antik bútoros, egy gyönyörű szép, iszonyat. 20-30 ezerek olyan szép fotelek voltak, már rész kopottak, mert néhol szakadt. Csak az a baj, hogy a szobám környezete azért nem lenne túlságosan aktuális ahhoz, hogy egy ilyen régi időkapszula-szerű berendezés. Jó, mert pénz lenne rá, na. Most bunkóskodjam, tehát most izé meg nincs. Az a baj. Hey! I don't think I should get too comfy around here. Nézzük meg ezt. Hoppa. Nice plant. I don't think I should get too comfy around. Dead things. Gotta love them. Aha. Figyeld meg a bezárt ajtó. Ide is tudok menni. Hű, bazd meg. And I thought Germans only drank beer. Az ugyanaz. And I thought Germans only drank beer. Aha. And I thought Germans only drank beer. Aha, aha. Just the right size for the big bad wolf to come down the chimney. Mhm. Gyerünk be. Itt visszamegyünk. Ez nektek bele zárva az ajtó. Nem, nincs bezárva. Ez nem olyan mutathatta volna, hogy mit látok. Figyelj, most mi van? Uh-huh. Hátsó bejáratot. Kérdezz meg mindent az intézőtől. Nice plant. It just leads to a back alley. Aha, aha. Ez a hátsó bejárat. Hol láttunk itt mi ezért? I don't think I should get that. And I thought Germans only drank beer. Német sör. Hát elméletileg itt most mindent megkattingattam, amit tudtam. Beszélgessünk a Paprika Jancsival. Tud ez van pofákat vágni ez a gyerek, bazdmeg. Anything to be of service, sir. The club. So, tell me about the club. What about it? How long has the club been around? Since 1970. No way. The old Royal Bavarian Hunting Lodge? It's older than that, isn't it? The Königliche Bayerische Hofjagdloge is ancient. This particular form of it is new. Hmm. What happened in 1970? Baron von Glauer came. He brought a new vision. The lodge had nearly died out. Hunting is not so popular as it used to be. Were you here when von Glauer joined? Baron von Glauer. He hired me later, in 72. Nagyon gyanús lett a báró. How many members are there? There are 5 now, not including you. I'm not sure of your status. 5? You mean the men that were here last night make up the entire club? Quantity is not an overriding concern with us, Herr Knight. The Baron personally interviewed and approved each new member. Despite your own experience, this club is extremely exclusive. Not everyone would fit in. No, I don't suppose they would. How often do the club members go hunting? As a group, once a month or so. Once a month? Hell, I thought y'all were hunters. Back home, you don't get out there and spill a little blood at least once a week, the other men start looking at you funny. Organized club hunts are once a month.
Members can use the club's lodges anytime on a more casual basis, and they frequently do. Mm. Club members. So, oh, the Black Wolf. A föl kell tennie. Gossip about our members, Herr Knight? Gossip? Láthatólag zavarunk. I've never met anyone as obviously discreet as you. Thank you. That you could drop a load if you wanted to, though. You probably know more about what goes on around here than anyone. True. At least I used to. But with all these new people coming in, I'm not sure I know anything anymore. All these new people? You mean I'm not the only fresh blood? No, Herr Dr. Klingman was only accepted a few weeks ago. Really? Who brought him in? Klingerman. I was not in on the discussion, so I really couldn't say. But I'm sure there was more thought behind his acceptance than yours. Mm-hmm. The Black Wolf. Have you ever heard of Fekete Farkas? No. No. Alrighty. Nem, de ki elutasító. Nos. Jönk ide be. Igen, figyeld meg a bezárt ajtót és a hátsó bejáratot. Kérdezz meg mindent az ügyintézőről. Menj ki, kattints az utca aján látható rendőr autóra. Hmm. Hát reméljük, hogy ott lesz. Ah, ott van rendőr autó. Igen, igen, igen. Guess I figured out where last night's killing took place. Na. A bűncselekmény helyszínén próbálj meg beszélni Leber rendőrfőnökkel. Próbáld megmutatni neki az egyetemi jelentését, az általad beszerzett bizonyítéktól függ, el fog küldeni. Hmm. Tehát. Looks like a television news crew. I don't think they'd know much about it. Isn't that the detective from the paper? I don't think they'd know much about it. I don't think they'd know much about it. Commissar Leva, my name is Gabriel Knight. I've been trying to get in touch with you at the station. Rendőr felügyelővel beszélni kell, meg kell mutatni neki a... Na most mi van? Nem jön oda? Aha, most már tudjuk, hogy mit kell. Gabriel, ez a Grace-nek a szarja. Meg kell találni... Ez a ellopott nyugta. Na bazd meg, na várjál. Ma van itt tárgyhasználatban bőven. Cucmager. Köszi. De most nem ez kell. Mi ez? Brilliant prose, if I do say so myself. Ja, ez a Gabrielnek a regénye. Oké. Oké. Faszomba már tényleg. Ez mi? De a kurva anyád, bát, bazd meg a faszt, hát. Herr Gabriel Knight, Übergraunnak a levele. Ó, de akkor annyi a szar van már az éve. Ja, az nem az, ez se az. Universitas Biológia Labor, oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Commissar Leba, my name is Gabriel Knight. I need to discuss some evidence with you. What do you want? I'm busy here. I have some evidence here that contradicts the old Zoo Wolves theory.
I was wondering if maybe we could discuss it. Look, I don't know who you are or what you think you're doing, but I don't have time for this. Ha, meg kell mutatni a riporternek ugyanezt. Yes, sir. Rá kell, aha. Nincs gond, bátyja, nézd csak. Hát akkor megnézzük, hogy ez. Ott a... Are y'all with the news? I have some interest. Milyen haja van annak? Bundesliga hajú kamerásnak megmutatjuk így a izé. That's right. And you believe you have information about Z mutilation killings? I do have some information, yes ma'am. I was about to discuss it with the commissar over there, but he seems to Most már mehetsz a rendőrségre. Nun gut, was soll's? Dreh schön, Dieter. Wir befinden uns am Tatort des bis jetzt letzten bizarren Todesfalles, der durch die Killerwolfe herbeigeführt wurde. Mit mir befindet sich ein Amerikaner, der offensichtlich wichtige Hinweise bezüglich dieses Mordfalles hat. You believe you have information about the wolf killing, sir? Yes, I do. I was about to ask Commissar Lieber over there some questions, such as... Why animal hair found at the crime scene is reddish brown when the escaped zoo wolves were gray? Er fragt, wieso die Tierhaare am Tatort rötlich braun sind, wie doch die entlaufenen Zoowölfe offensichtlich grau waren. Na jó, felbasszuk, hogy felügyelő agyát. How come paw prints found at the scene indicate an animal much larger than the zoo wolf species? Canis lupus lupus. Und er fragt, wieso die Pfotenabdrücke am Tatort viel größer sind als die der Zoowölfe. So, erről a srác rílik a Gabriel. Az igen, hát ez igen. Az... All right, you have my attention. Mi a fasz? Now who are you? Ez az élő adásból kilökte, ez, hát ez bazd meg az. Mi az anyád fasza? Ez a... I've been by your station to see you, but élő adásból kilökte. De szar. I'll see you at the station later, but only if you agree to get out of here and not talk to the boys. You got it. Én azt akartam mondani, hogy a gyerekre illik a szerep, de iszonyatosan szar színész. És pont a főszereplő. Kurvára gyengén színészkedik. Oké. Okay. Most már mehetsz a rendőrségre. Jól van, menjünk vissza a faszomba. He's busy. Even their tra- Lemegyünk. A rendőrség, azt hiszem, azért lesz ott a... Gyárt csak, feldobja a térképet. Aha. Ez a Prinz Rengrálc, vagy milyen faszom, ez lesz a rendőrség. Menjünk is oda. Kommen Sie herein! Herein! Tedd fel Lebernek az összes kérdésedet. Teszek egy jelölést. Hogy kiugrott így ezért, kivágott így. Az évőből. Éli adásba, bazd meg. Azért ez kemény, geci. There is no translation. Thanks so much for your time. Sit down. What are you proposing exactly? Papire jude! You want information? I want information. It's convenient that way. I can't give you police information. Why not? I'm not asking for anything confidential. Hell, I can't even read the damn newspapers around here. Press release stuff, that's all I want. Bless me. All right. Ilyen rendőrt, geci.
Agreed. I hear you. Na, nézzük akkor, várj. Himself. How long have you been a commissar? 10 years. Megint más. Ilyen hülyén szól a hangsáv egy kicsit. And a criminal commissar is like what, a police detective in America? Americans don't have so many ranks, I think. A German criminal commissar is, say, more like an English chief inspector. Ah, P.D. James. What? Nothing. Other victims. Tell me about the other victims. What do you want to know? How many victims have there been? 5, including the one downtown. Could there be bodies out there that you haven't found yet? No. De hogy kibaszta ez évből kamerából csávot, Geci? Body parts left like a trail of war criminals. Breadcrumbs? Jack the Ripper Wolf. When were the other victims killed? The first was 32 days ago. 2 days after the zoo wolves escaped. And the others? The 2 teenaged boys were killed 20 days ago. The Uber girl, 6 days ago. They're speeding up. Maybe. Again, it's... What about the locations of the killings? Any pattern there? You can see for yourself if you like. I have a marked map on the wall. Until last night, the killer always struck 30 to 40 minutes outside the city. The first was killed north of München near Esching. The 2 males were killed in Feldkirchen, that's east. Toni Huber was killed on her parents' farm just west of Lachham. A gyilkos. Ja, nagyon sok kérdésre van neki. That information is not for the press. But the bite marks, saliva. You've seen the bodies, I haven't. All I can say is, it is an animal. Mind if I take a guess? Egy dürohamot kap a rendőr, bazon. The boys in the lab say the bite marks are canine and are closer to wolf than to dog. Vagy egy feliratozás nem ártott volna, vagy ebbe itt az alsó sávba így, ahol most nézhetjük ezt a városnak a részét, mikor felugran egy feliratsáv, azért sokat segítene. Még hangul is, akkor is. Mi ez? Werewolf Rye? Have you given any thought at all about the possibility of... What? A werewolf? Ez a fej, Geci. Never mind. Soha már. Állatkerti farkas, ez befogadható. That is information the press does not have, Mr. Knight. I expected to stay that way. Ez is a rendőrségnek a belső információja, jó. As you pointed out so loudly the crime scene. Kurvára, nem tudtuk meg semmit se. Yeah. So what are your thoughts about that? Either there is a mistake with the zoo record. I think the zoo would know if they had a reddish-brown hybrid in the wolf camp. I didn't say it was likely. Another possibility is, of course, that another animal is responsible. Wild? Possibly. Maybe. A pet. Pet. A pet? Tehát egy kutya, például. Házi állat. Maybe the reason you haven't been able to track the thing
is it's going into someone's home. Háziasított oroszlán, vagy mi a fasz? It's possible. Ú, bazd meg. You keep saying an animal. You found evidence of only one animal? One bite pattern, one saliva type? Yes. Yet two wolves escaped from the zoo. As you say, the zoo wolves do not figure into this at all. Oh, I wouldn't say that. No, I definitely would not say that. Tell me about the latest victim. Male, 52. Grossberg was the name. He was a furrier. Ironic, isn't it? A furrier? What an amazing coincidence. Have any theories about why the killer struck downtown this time? No. Do you? I read somewhere that wolves are clean animals. They don't kill close to their lair unless they're forced to. What lair? What are you talking about? Not sure, actually. Random thought. A fekete farkas. Have you ever heard of anyone or anything called the Black Wolf? The hair samples we have are all reddish brown. Yeah, I know. I was just wondering if you'd heard of a black wolf in general. Hold on. Na mi van? Valami leesett a izén? Ez a kamerás jelenet, ez még mindig bazd meg, ez kész. Hát ez a nap csúcspontja, bazd meg. Te szar! Hát ez kész, nem tudom tenni magam rajta. Here is this. What? Missing persons case. A runaway teenage girl. It happened in 1989 in a town called Kirchel, in the Nationalpark Bayerischer Wald, Bavarian National Forest. Uh-huh. Oh, I just thought I remembered something. It was a sad case, you know. She was very pretty. Ah, yes. Here it is. What? There was a supposed witness. An old lady who lived on the edge of town near the woods. She says she saw the girl go into the woods the night she disappeared. Says the wolf got her. The wolf? The old lady had been complaining for some time about a huge black wolf in the woods, but no one believed her. She was verrucht. Crazy. No one else ever saw the thing? Hadn't been any wolves in those woods for 50 years. So there was probably nothing to it. That's what I thought at the time. Of course, that was years before this case. Never heard of wolf attacks back then. Missing person cases, akták? Körözési akták? Mit tudom én nézni. Do you get a lot of missing persons cases in Germany? Oh, sure. Mostly teenagers, runaways. It gets worse all the time. Families are not like they used to be, yes? Suppose not. That's all I wanted to know. Ment az összes kérdés. Good. Good. We discuss you now, yes? I guess. You want to tell me? Or do I have to ask? Indokolatlanul vadállat ez a rendőr is, most nem azért. For a parent. Why? I'm an investigator, that's what I do. You're an American PI? You could say that. And how did the Hubers end up hiring you?
Mutual friends? I see. And is Effertons you have? A paw print and some hair samples from the Yuba farm. I spoke with some folks at the zoo as well. All right, Mr. Knight. Mr. Knight? I don't know how the police deal with you in America, but in this country, we don't like civilian interference. I understand. If you hear something, you come to me. If you see something, you come to me. And under no circumstances are you to speak with the press. You do. And I'll have your passport. You wouldn't like it. It was a bad hair day. I am quite serious. I swear, not a word. Tavagyisottuk fenyegetve a gecibe. I can't stop you from investigating. But stay out of our way. Quiet as a shadow. That's me. Na nézzük, most hogy megvan ez. Nézd meg alaposan a térképet. Most ezt nem... Ja! Ez a térkép. Igen. Majd használd a jegyzett füzetet a feljegyzésem. Aha, értem. Tehát hol van a notebookja? My notebook. Aha, memos. Oké, ez a memos. Ez így getszik el. Használd... mit csinál? A jegyzett füzetet a feljegyzésen. Gyorsan leírjuk, hogy észre ne vegye. Ez nagyon szar. Aha. Te egy hülye bazd meg, kb. Úgy viselkedik. Végigkattintgatom az összeset. Hát itt egy exit van. Oké. Exit. Jó. Nézzük. Jó, a füzet egy kitépet lapja meg fog jelenni a készletedben. Oké. Nézzük a füzet egy kitépet lapja. Ez az. Grossberg's phone number. Igen. Menj az ügyvédhez az elmúlt személyekről... Mi ez? Az eltűnt személyekről szóló jelentés véget. Oké. Legyen úgy. I don't have any more questions for the commissar. I'm gonna take off. Stay out of trouble. Of course. Komisszár. Ideges valamiért a rendőr bácsi. Emetek föl azért a Lockhartar kircsa pera. Igen, ez a bárónak szerintem a birtoka lehet. Marienpalc. Vissza az ügyvédhez. Eltűnt személyekről szóló jelentés véget. Gabriel, come in. Hey, Harry. Szavasz, Harry. Kap be a faszom. Mi a helyzet? Azt, amit egy cetlit tessék, itt van. I'm not sure why I'd want to show him that. Közbazd meg. Ah, oké.
You mentioned the possibility of my using your secretary for research. Any time. Great. I wouldn't ask, but I need a newspaper search done, and my German sucks. No problem. What exactly are you looking for? Missing persons. Actually, missing persons cases that occurred in or near forested areas. How far back do you want to go? 10 years. Okay. 10 évre visszamenőleg kell. Fasz a gyerek volt. I should have it ready for you by tomorrow. Great. Thanks. I'm not sure why I'd want to show him that. I don't have anything else to say. Okay, hát... jó. A Marion Placon térbe... Várj, menj be a kokukos óra. Ha ne jó, ez most... Oké, a Marion Placon térbe a kokukos óra boltba, és vásárold meg a pulton lévő órát. Ez egy harkályos óra, amely kopogó hangot ad. Teljesen logikus, hogy ez miért, mi miért következik egymás után, de hát na. De ezt nem írja, hogy meg is kaptuk a jelentést. Jól van, jól van. Ez az, ez az. Bemegyünk. Meg kell vásárolni a pulton lévő órát. Hello. Gruskot. Gruskot. Na várj, várj. Harkályos óra. Hát most itt nem látom, hogy melyik a harkályos óra. Bazd meg! Ez egy szarvasos, ez egy sasos, ez egy faszos, ez egy akármilyen. He doesn't strike me as a sparkling conversationalist. Csak nem ez a szarsz, úgyhogy itt... Cute. Oh, az a kopogó hangot ott. Sound thing, you know, to wake up, you know, in the morning. An alarm clock. Yeah, alarm clock. Yeah, richtig. Yeah. Jelölgettem így a széket. 60 marks. Kell a cash. Hol van a cash tárcát, te buzi gyerek? Ez mi? Várjál. Most a kibaszott pénztárcát próbálom előásni. Ah, valamiért itt most akadozik a játék. I'll take that woodpecker clock. 60 marks, bitte. Ja, márka, még márka, nincsen euró. That's all right, I'll take it as it is. De semmi csomagol, hát valami zacsiba azért berakadta volna. Most így kezünkbe visszik így a metrómba az a meg. Geci, na. Jó. Csinálok itt egy szévet, szév. Autómentés, egy új mentést rakunk ide.
Menni kell a báróhoz. Remélem, nem kúrtam el. Oké. Ez így megvan. Reméljük, hogy ezért. Oké, itt van be a báró, von Grover. Meg kell látogatni, gondolom, arra kell adni az órát, meg ilyenek. Na, köszi, hogy itt voltatok, elköszönök, sziasztok!